Már is folytatódik a FEM 3 Café műsora, és itt ül velünk szemben Csehi István, akit egészen eddig hívhattak kérdéseikkel. Érkeztek kérdések? Érkeztek, nagyjából így egy irányba haladtunk. Hát mondtam, ami veled is szóba került, hogy ez a kudarc most negatív dolog, vagy merjük-e kimondani, és hát ez nagyon érdekes, hogy mondjuk valaki 3 vagy 4 éve bele van ragadva egy szituációba, és még mindig azt gondolja, hogy ezt nyomni kell és csinálni kell, ott már lehet, hogy ki kell mondani. Ez nem sikerült. Tehát nagyon fontos azért ezt is, ez nem pozitív gondolkodás vagy negatív gondolkodás, de ha már nagyon sok idő eltelt és nem teljesült az, amit én szerettem volna, akkor ott valamit váltani kell, és ugye ennek kapcsán kiderült a másik dolog, ez a fajta tanult tehetetlenség, hogy mindennek vége, és én mindent megpróbáltam, és semmi sem sikerült, ugye ez szokott lenni a másik hang, és hát azért a beszélgetésekből kiderül, hogy mindig van mit csinálni, mindig van másik ösvény, kicsit lehet nyitottabbnak lenni, kicsit másban gondolkodni, tehát ilyenkor nagyon bezárul az embernek a tudata, és csak egy irányba tud menni, és hát ezek a megrögződések sokszor maguk a kudarcok, hogy nem tudunk belőle valahogy kilábalni. Meg szerintem az is nagyon-nagyon becsapós tud lenni, hogy az embereknek nagyon azt lehet, hogy kialakítanak egy komfortzónát, és nem szeretnek kimozdulni abból. Viszont minden ugye azt szokták, tudom, hogy ez egy picit ilyen klisének tűnhet, de hogy minden a komfortzónán kívül kezdődik, ugye ezt szokták mondani. És erre egy picit ugye bátorítani így érdemes a körülöttünk lévőket, mert hogyha meg tud ebben erősíteni, tényleg minden ott történik, és ott igen, lehet, hogy kudarc is lesz, de ugyanakkor a siker is legalább ott történik lehet. Valami, tehát mozdul az ember, jönnek új élmények, és akkor azt majd valahogy értékeljük utána, de mondom, az a legrosszabb, hogy az ember ül otthon, és így nem történik évekig semmi, tehát az kellemetlen. Vannak krónikus kudarckerülők, akik annyira inkább nem csinálnak semmit, nehogy felsüljenek, hogy inkább... Nagyon sokan vagyunk ilyenek, igen. Én azt gondolom, hogy minden embernek van az életében legalább egy olyan terület, ahol ilyen. Tehát nem mondhatjuk, hogy van ilyen ember, meg olyan ember, hanem mindenkinek ez valahol előjön, ami neki nagyon kedves terület, nagyon problémás terület, mondjuk az egész életét végig szenvedte ezzel, vagy úgy küszködött vele. Ott nagyon óvatos mindenki, hogy nem szívesen kezd bele új dolgokba például, vagy vált, mert fél, hogy újra megégeti magát. Tehát ezért kell ez a tudatos munka, hogy az ember ezt folyamatosan feldolgozza saját magában. Lehet ez ellen változtatni? Tehát, hogyha valakit bátoríthatok, én is mondjuk egy hozzátartozómat, egy barátomat arra, hogy igen, itt kicsit új lendületet kellene, nem, hogy kapjon nem. Az élete, vagy ezt inkább hagyjuk az emberre? Nem, azt gondolom, hogy ugye minden külső ember jobban rá tud tekinteni az én problémámra. Tehát ez nem kell még talán csak szakembernek sem lenni. Egyszerűen jön egy külső szemlélő, aki egy teljesen más aspektust meg tud nekem világítani, és lehet, hogy azt mondja, hogy fú, de ez nekem nem is jutott eszembe. Kell a segítség. Mikor érdemes külső segítséget kérni? Mert szerintem az, hogy az ember az élete területén mindig megpróbál 100%-ot teljesíteni, ez normális. Ez nem mindig sikerül. De ez nem feltétlenül kudarc, hiszen vannak jobb meg rosszabb napok. Van egy olyan határozott pont, amikor azt mondjuk, hogy na figyelj, neked segítségre van szükséged, és ki kell ebből mozdulni? Hát azt gondolom, hogy csapatjáték van mindig. Tehát ha nem is veszem észre, de mindig valaki segít. Tehát a szüleim, a hozzátartozóim, a barátaim akár csak egy jó szóval támogatnak, tehát nem nagyon dolgozik az ember egyedül. Tehát ezt is valahogy úgy el kell fogadni, hogy lehet, hogy tevőlegesen mondjuk nem kérek segítséget, de azért mégis igénybe veszek nagyon sok segítséget. Ha már így gondolkodik az ember egy nagyobb rendszerben, akkor ez nem is olyan nagy gond. Tehát lehet, hogy vannak magányos szakaszok, de alapvetően ez a fajta magány szokta szülni ezt a tehetetlenség érzést, hogy egyedül vagyok és nincs mit tenni. Tehát én azt gondolom, hogy a tudatunkban ezt jobban őrizni kell, hogy vannak emberek és van segítség mindig. És az is nagyon fontos szerintem, hogy a kudarcnak a feldolgozása vagy megélése is kicsit könnyebben megy akkor, hogyha mondjuk egy olyan közegben vagyunk, vagy vannak olyan barátaink, családtagink, akik a kis dolgokért is dicsérnek minket. Tehát, hogy nem csak akkor, amikor csinálunk egy óriási dolgot, egy akkor a sikert, hanem hogy az életünkben ez úgy a mindennapokban is ott van, hogy úgy az apróságok mellett sem mennek el, hanem úgy megdicsenek, egy-egy jó szóval tudjuk a másikat, megerősítés. És akkor gondolom a kudarcot is így sokkal könnyebb feldolgozni. Persze a környezet nagyon sokat számít, tehát ezért mondtam ezt az előbb, hogyha egy szerető, meleg környezetben vagyunk, akkor úgymond nincsenek is kudarcok, mert akkor megyünk tovább, tehát semmi gond nincsen. Egyedül nehéz, tehát itt szerintem ez a kulcs, ez a magányérzés, ezt kell valahogy feloldani az embernek saját magában. Isten, köszönjük szépen, hogy itt voltál, és hogy válaszoltál a néző kérdésére. Igen, köszönjük szépen.